Hát ja, ez a G mert ki annyira utálom a mercit. G, mint Gelände Wagen, az autógyártás legőszintébb kifejezése. Terepjáró. Hogy mit tud egy terepjáró? Ráz, magas, terepet jár, mások szerint telekjáró. Csupa olyan dolgot tudnék ide felsorolni, ami a hétköznapokra teljesen fölösleges. Mégis az üzletemberek, a mafiózók, politikusok, és a cica babák is ezzel akarnak járni, edzőterembe, tárgyalásra, óvodába, iskolába, és minden olyan helyre, ahová normális családok akár egy négyes golfal is meg tudják tenni az utat. Nézzük most meg, hogyan lett az orosz medveölőből törpeuszkár hordozó. A GMC ci következik. A Mercedes már a 20 évektől próbálkozott terepjárók gyártásával. Ezeket is géknek nevezték, de ezek többnyire katonai célokra voltak készítve. 1979-től beszélünk igazán géklaszról. A 42 évig gyártott konstrukció alapjait a Mercedes a puhka öltve tervezte meg. Ennek a vezérvonala a kocka külső, a robosztus hajtáslánc. Ennek köszönhetően a terepképességei a mai napig kimagaslóak. Más terepjárok is hasonló utat jártak be, mint a Gémerci. Rajtuk meg is látszik az idő. Egy Defender így nézett ki régen? Így néz ki most. Egy Lada Niva így nézett ki régen? Így néz ki most. Még az épp nem változott. De egy GMRC így nézett ki régen? És mi változott? Semmi. A 80-as években a Mercedes adott LG g a francia hadseregnek. De ezt nem tehették úgy, hogy ez Mercedes. Tehát mi lett a neve? Peugeot. 90-es években egyre több ember megtehette azt, hogy utcára vesz magának valami specifikus autót. Akik az a sportautókat szerették, azok vettek sportautókat. Akik a családi autókat szerették, azok vettek családi autókat. Akik pedig kőkemény mafiózók voltak esetleg, azok vettek maguknak gamercit. Mert hogy a gémerci a legendák szerint elpusztíthatatlan. Aminek van valóság alapja. És gondoljuk el, nagyjából az első lökhárítótól a legelső olyan alkatrész, ami mozgásképtelené tehetné az autót, az kb. egy méteren belül sincs. Tehát van ott valami hűtő, meg ilyesmi, de hát ezek anélkül is elmennek. Szóval az egyik legjobb választás egy olyan embernek, akinek talán van félnivalója, és azért valljuk meg őszintén, hogy a 80-as évek vége, 90-es években azért voltak volt akármilyen olyan leszámolások. így ezek az emberek elkezdtek bevásárolgatni gay hogyha esetleg valami utcai harcba keverednének, akkor nem kell leszállni a gázról, állni kell a torkán, és átmennek mindenen. És Egy -e, hát, egyre több embernek lett ilyen gémercie. És a mai napig is az történik, hogy ha valaki nagyon nagy biztonságban akarja tudni a családját, önmagát, vagy éppen egy politikust, akkor vesz egy gémercit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. És a kereslet teremtette a kínálatot. A Mercedes úgy döntött, hogy nagyon jó ez az ipar, nagyon jó ez az irány, és elkezdte felszerelni ezt a katonai terepjárót, és bőrülést, és mindenféle olyan dolgot rakott az autóba, amivel kiszolgálhatja azokat az embereket, aki a célközönség lett. 22-es, ilyen peres gumival, milyen kényelmes az. A g class kezelésbe vette több tuning cég. Hát az AMG beszállt, a Brabus elkezdte tuningolgatni, és mind külsőleg, mind belsőleg, mind motorügyileg is foglalkoztak vele, bár nem kellett volna, mert a Mercedes önmagától is pakolt bele olyan motorokat előre, ami mondhatnánk, hogy indokolatlan, de mégsem, mert minél több hacukát raktak a belsejébe, annál nehezebb lett ez az autó. És minél nehezebb lett, annál nehezebben mozgott. Így azt gondolom, hogy nem volt hiába való a motorfejlesztésem, de ugyanakkor egy igazán luxus terepjáróvá nőtte ki magát. g élt, él, és élni is fog. Azért, mert az emberek akarják, egy bizonyos körbe akarnak tartozni, ami valljuk meg őszintén létezik. Mint mondtam is, egy státuszszimbólum. Mindenki akarja. Ezért kijött az új G, a 2021-es. És hogy mennyire kardinális változás történt? Ennyire. Ne gondoljuk azt, hogy ez idő alatt a német mérnökök munkanélkül ültek otthon. Bent voltak, dolgoztak, és az alapjaitól építették újra az egész gét, hogy még kényelmesebb, még erősebb és még biztonságosabb legyen. Csak hát ugyanúgy néz ki. Külsei nem gondolkodtak sokat. Hadd soroljak föl néhány nevet azok közül, akik jelenleg is gmrc t használnak. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Megan Fox, Britney Spears, ilyen lányok és Fábri Sándor. A gamercik nagy részét már AMG-ben értékesítik, aminek alapára 69 millió forint. Ez több, mint egy vadonat új Maybach S580. Jelenleg a használt autópiacon 3-4 millió körül már lehet kapni g ami, ami nem biztos, hogy működik. 10-15 millióért már lehet kapni 25 éves, már működő példányt, de ami nagyon fontos, hogy az amerikai piacon ez a legértéktartóbb autó, ami létezik. Bár a legfrissebben gyártott típusok is alkalmasak lennének terepjárásra, mert hogy terepjárók, mégsem azokkal találkozol a városban, amik nagy balonos terepgumikkal vannak szerelve. Az évek során bepuhult a medvőlő. Nem azért veszik, hogy siratófalon másszanak vele, nem azért veszik, hogy ne akadjanak el vele, nem azért veszik, hogy lőállásként használják, hanem státuszszimbólum lett belőle. Nagyon gazdag üzletemberek, azoknak a feleségei járnak vele edzőterembe, viszik a kutyát állatorvoshoz, viszik a gyereket óvodába, iskolába, és kicsit, kicsit megmatult a szeme az oroszlánnak. Picit, picit azért, azért, hogy is mondjam, az autó alkalmas lenne, de már átalakította a nép azzá, ami... Ami, 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 nem gondoltuk volna, hogy a 70-es években lesz belőle. Így lett a Gémerciből egy hétköznapi városi terepjáró. Indokolatlanul nagy fogyasztással. Az, hogy ez szomorú története vagy nem, az döntsétek el ti, mert ti veszitek meg. És akkor majd ott ülnek a gémercek, hogy tényleg... Meg, tényleg, te raktál 22-es fejét, mi hülye vagyok, meg, megmondta csávó. De még egy különlegesség, egy igazi kis csemege. 2017-ben a G65-öt visszahívták egy olyan apró pici probléma miatt, hogy szoftveresen elfelejtették letiltani a tolatást. Ezért 60 km per órával voltál képes tolatni, egy hűtőszekrény formájú autóval. Az, és hogy vette észre? Ki volt az első, aki észrevette és miért? Rakott egy rükit, és elkezdett tolatni hatvannal. Azért az, azért, na ott pár, ott ez biztos, hogy egy menekülés alatt volt. Száz százalék. Ott arra használták, amire való. Egy drog leszámolás alatt rakott egy rükvercet, el akart menekülni, és észrevett, hogy hatvannal megy. Aztán gondolom beszólt a Mercedeshez, hogy srácok, biztos, hogy hatvannal kéne tolatnom?